Az Emmauszi tanítványok története ihlette az idei Kárpát-medencei hálótábor programjait. Az augusztus első hetében Csíksomjon tartott rendezvényen, a reményvesztettségtől, meneküléstől a misszió vállalásáig a fő témát szakaszonként elemezték az előadások, az üzenetüket tovább gondoló kis csoportos beszélgetések, műhelymunkák. Mai kérdések például az, hogy mikor lángolt a szívem. Hát ugye az apostolok a kenyértörésben ismerik fel Jézust, és akkor nekem az életemben mikor lángolt a szívem. Az előadók azon kérdésekre is választ kerestek, hogy milyen lesz a jövő egyháza. A jelen kihívásai közepette, hogyan őrizhető, erősíthető a keresztény identitás tudat, magyarság tudat. Izgalmas dolog kereszténynek lenni, jegyezte meg Bermiklós, Váci püspök. A hálóval már elég régóta kapcsolatom van. Tényleg valami nagyon kedves, nagyon szép és, és csodálatos, életerős mozgolódás ez itt a Kárpát-medencében. Tényleg kötözgetjük a hálót, hogy minél többen együtt maradjunk, erősítsük egymást, segítsük egymást. Több mint 300-an tartották fontosnak, hogy ott legyenek a 16. hálótáborban. Sokan vannak közülünk, akik úgy érkeztek ide, hogy egyrészt az egyháztól is már eltávolodtak, és a közösségektől is. Itt azt reméljük, hogy közösségre is találnak, és az egyházhoz is visszatalálnak. A háló egy tartást ad, hogy magyarok vagyunk és keresztények. A tábor a felekezetek közötti párbeszéd szellemében zajlott. A reformáció 500 éves évfordulójáról is megemlékeztek.